Az óvodai futást 10 éve indították el, melynek célja, hogy egészségtudatosságra neveljék a gyerekeket. Tájékoztatott Tajfelné Glauba Ágnes, főigazgató helyettes. Azt tapasztaltuk, hogy kevesebbet mozognak, hogyan is, mint tudnánk bevonni őket is, illetve a szüleiket is. Éppen egy kis szemléletformálás gyanánt indítottuk ezt annak idején útjára, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó visszhangja lett, hiszen már a 10. évét ünnepeljük, és mindig nagy számmal vagyunk. A város több intézményét, szervezetét jellemzően meg szoktuk mozgatni, az iskolából szoktak támogatók jönni, akik szintén futnak, a sportegyesület, a futóegyesület, ők is részt szoktak venni. A szülők minden évben támogatják az intézményt. Hiszen ez egy jótékonysági futórendezvény, vagy jelenlétükkel, vagy támogatói jegyet vásárolnak, vagy mind a kettővel. Azt nem mondom, hogy 100%-osan, de nagyon magas a részvételi arány. Ugye mindig vannak olyanok, akiknek el kell menniük, vagy nem érnek rá, de mindig megkapjuk tőlük a valamiféle támogatást. Úgyhogy a szülők tényleg egy nagyon-nagyon erős bázisunk a mindenféle támogatás tekintetében. Az óvoda udvarán gyülekeztek a résztvevők, a gyerekek izgatottan futkározva, várva a program kezdetét. Ide jár a kislány, és akkor ugye föl lehet ajánlani pár forintot, és akkor így emiatt. A felajánlott összeget eszközbeszerzésre, új játékok megvételére fordítják majd.